egy szalmakalapot, hogy ne főjön meg a fejem. És ez egy fontos, mert hogyha az agyam megfő, akkor rosszul leszek. Nekem nem szabad. Képzeld, másnál is így van. Ugye megfő az agya a napon, ezt így úgy hívják, hogy napszúrás. Na, hát én most ezekkel küzdöttem ideig, de már nem, és kaptam prasadamot, és nagyon komoly volt. Ez a csatnyi, gyerekek, ez a csatnyi, az egy akkora műfaj, és igazából én csak a krisnásoknál láttam, tehát tudjátában nem vettem észre, hogy mások is csatniznának, de a krisnások igen. És zseniális, hogy egy paradicsom, de minden szilva, minden gyümölcsből lehet csatnit csinálni. És azt nekem még nagyon régen mondta egy krisnás barátom, hogy az a jó csatni, ami annyira jó ízű és édes, hogy nem lehet abba hagyni, de annyira csípős, hogy nem lehet enni. Ez a filozófia. Ez a filozófiája, igen. Igen. És közben a valóságban is ilyen, szóval tényleg az a jó csatni, ami jó csípős, és közben... Még kókuszból is van, képzelni. Hát nyilván, hát, ami finom. Képzétek el, azt vettem észre, ezt mondom már néhány embernek, már előadásaimon szoktam ezt mondani, hogy tessék körülnézni, hogy minden finom. A Jóisten egy olyan világot teremtett, ahol egyrészt minden ehető. A homoktól kezdve a földön keresztül minden ehető, mert mindegyiket eszik a lények. De a lények persze egymást is eszik. De finom. Tehát azt kell érteni, hogy ez egy gyönyörű, szép, profin működő és finom világ. Tökéletes. Így. Képzeld el. Így. Pont most tartottam előadást, pont erről beszéltem. Komolyan? Képzeljétek el, valahova eljöttek, téged meghívnak valaki, és oda eljöttek a szigetre, és akkor ott látjátok, minden van díszítve, hogy ti szerettek, gyönyörű. A te kedvenc ételeket van különösszel, akkor mit gondolsz? Aki engem meghívt, az szeret. Hát persze. Most ide jöttök ebbe világba. Így. És minden van finom ételni van. Lát. Gyönyörű, szép természet. Úgy. Az azt jelenti, hogy Isten minket szeret. Szeret. Nagyon ez szeret. Ez a világ, ez a szeretet. És a másik pedig az intelligencia, hogy azon szoktam elmérkedni, hogy hogy képes lenni ennyi aroma, illat. Tehát nem csak az, hogy jó az íze, hanem még az eper illatú. Akkor a menny az meg mennyi jellegű. Tehát szóval mindennek megvan a maga aromája, maga íze. És minden jó valami lesz. Ez nem csak önkényesen vannak, hogy finom ízű, hanem az pont kell oda, pont azt kell megenni, pont attól lesz az ember egészséges. Ez eszméletlen. Ha ebbe belegondolunk, és úgy, hogy annyira intelligens a teremtés, hogy például egy egyik levélről se lóg le a levélevezet. Ott az összes darab levél úgy van megcsinálva, hogy a levélevezet pont kitört. Se nem ki nem lóg a levélezet, se nem hamarabb abba marad. Tehát ráadásul még tudományos szinten precíz, minden rajzolat megvan, minden sejt működik, minden ízért, tehát aki ezt nem látja, gyerekre. Nekem az volt, ott akadt ki a biztosítás, hogy hogyan csomagolja Isten a dolgot, a banán, ahogy az a forma nekem, hogy itt, ami benne van, ez egy tökéletes dolog, van. Tökéletesen van becsomagolva, van. Esztetikus, így. Szépen van tárolva. Ebben nem tud banánt becsomagolni, utána nem. Kicsomagolta, és nem is megy vissza rá a bőre és már. És bármilyen tudomány, igen. Az már nem tud, ugyanolyan híják, ami pont csak a banán, mert mondjuk a banánhéja már a krumplidig nem tudom. Ez az. És az, hogy banának a banánhéja, és nincs olyan tudomány, ami laborban az megcsinálja. Krumplinak saját, mi tudna, fogyasztok. Jó, befűt. Azt kell érteni, gyerekek, ez a legnagyobb élményem nekem, hogy ez egy végtelenül intelligens és jó akaratú teremtő, aki ezt csinálja. Szeretettel. Szeretettel, és ő tartja fel, és eleve ő álmodja. Gyertek, ugye meg van mondva, ez álom. Nincs mese, Mahán is álmodja. Az összes a univerzumot Mahávisnu álmodja. Purusha. Igen, a bőrűjéből jön ki a sok univerzum, és mindegyik univerzum közepén ott van Garbhodakasa is. És ő meg álmodja Brahmát. Hát tessék elolvasni a Srimad Bhagavata 7-ének, kitessék! Jó, és ez annyira világos, tiszta kép, szóval... Na mindegy, én ezért szeretem a Krisna tudatú baktákat, mert
ugye, tehát itt például mit látunk? Az, hogy minden munka a Krisnának föl van ajánlva. És azért szép minden. Tessék a kertészetet megnézni, tessék a tehenészetet, bármi, minden rendezett, minden működik. Miért? Mert Krisnának van föl ajánlva. Egyszerű élet. Most itt gondolkodik. Úgy. Itt a sajtok szalma van, de emberek imádnak. Mindenki mondja, ez a legjobb dísz. A szalma. Persze. Ami egy melléktermék igazából. Igen. Finom dolgoknak. De nézd meg, ez is szalma. Ez is, igen. Tehát milyen hasznos dolog. Persze. És közben, hogyha nem szalma lenne, akkor melegebb lenne. Igen. Tehát az, hogy lukacsos szalma, eztől lehet ezt fejre hordani. Na, úgyhogy krisztászni nagyon jó dolog. Most lehet, bocsánat, hogy én ilyen egyszerűen láttam. De minden évben szoktál jönni búcsúba? Volt, hogy hívtak engem zenélni. Ugye voltam a búcsúba, ahogy fel is léptem. Igen. Hát most nem, most csak egyszerűen jött a menedzserem, aki a Bettike, a Jese Betti, aki az asszisztensem, és egyébként meg nagyon lelkes krisztás, és a főiskolán hallgatja, ugye a Bhakti Vedantán hallgat. Szóval ő nagyon a helyén van, és erre azt mondja nekem, hogy júj, hogy lesz itt a búcsú. Hát a gyerekek, hát. Okay. És ott ráérek. Na. De nincs más dolgom. Most nem volt más dolgom. Most mikor voltam? 3 hete voltam mostani Balatonon. Pont akkor találkoztam valakivel, és mondta, hogy volt egy ilyen 3 hete valamit csináltál Balaton, igen. Valamit. Nem. 2 előadás is volt. És akkor ő volt. Egyesen is volt. Igen. Szóval, vagyis Füret, nem Füret, igen. Hogy hívják, Zamárdi. És akkor mesélték, igen, hogy volt-e. Hát voltam, persze. Elhívnak megyek. Hát nem sok, hát a Nitában van a Debrecen. De viccel. Hát fogok menni most nem sokára, fogok menni Egerbe zenélni. Na. Vagy hívják a hát a Nitály. Csató Peti. Csató, persze. Hú, azzal még olyanokat bazsanoztunk, itt is még valamelyik. Hogy is volt ez? Ja, mert nem az nem is itt volt, hanem a Csillaghegyi templomban volt, hogy legutóbb egy éve valamikor ott bazsanoztunk. Hú, hát az nagyon jó. Én állandóan bazsanozok, képzeljétek el. Igen, tudom, együtt. De állandóan. De most is idefele jövök, énekelem a mantrákat. Te tudod, hol van Bartók Béla utca? Emlékszel? Bartók Béla utca. Út. Gellért után megy. Uh-huh. Valamelyre. Igen. És akkor ott volt egy központ, ilyen lelki központ Andrásnak. Aha. És akkor oda mentünk. Ja, ezt még mesélted, igen. Bacsadoztuk mindig. András gitára. Igen. Jaya Radha Madhava. Hát az az egyik legszebb. Ott volt valami ötféle módon énekeltük Jaya Radha Madhava. Igen. Hát lehet, igen. Ott lehetett. Nagyon jó. Jaj, de szeretem. Hát nem, ez szép dolog. Szóval most tulajdonképpen azt kell látni, hogy amit a Védák leírtak arról, hogy hogy van a világ, az egész, az egy az egyben igazolódik a tudománynak. Szépen lépésről lépésre. Step, tehát már most már látják, hogy szakaszos az univerz. Már most eljöttek, hogy nem egy nagy, aha, hanem vélhetőleg mondjuk nagy sorozata, vagy nem is volt boom, hanem csak egy átmenet. Puff! Vagy érted, nem tudni, hogy... Puff volt. Aztán vagy azt mondják, hogy morgás, tehát hogy az a... Megtalálták ugyanis az ómot, képzeljétek el. Nem. Hogy azt az álló hullámot, azt a nagyon hosszú hullámú álló hullámot megtalálták az univerzumban. Az, amire azt mondják, hogy az ősrobbanás hangja, illetve nem az ősrobbanás, hanem a legősibb hang. És képzeljétek el, olyan hosszú a hullámhossza, hogy 200 000 fényév a hullámhossza. És az végig megy, mint egy álló hullám az univerzumban. Gyakorlatilag ez az óra, amit az Úr folyamatosan nyom, egy paragraféna. És az összes létező dolog, az erre épül, mint rezgés. Tehát tulajdonképpen a felhangsor rendszere alapján az összes anyagi forma tulajdonképpen rezgés, hangrezgés tűnik vagyunk, mert olyan anyag nincs. Tehát igaziból nincs az. Srimad Bhagavatamban ott is, ugye az Úr Bráma, amikor nem tudtam, hogy hogyan teremtsen, akkor hallott a Krisnának a fuvalát, és azzal a fuvala hang átalakult omba.
Jézus! És az Omból megkapta az összes tudást, és mantrákkal teremtette a világ. Így van. Meg ez a test, ez is mantra. Ez van. Ez egy hangi világ. Hát figyelj, jön ezt gondolom. Ez így van. Srimad Bhagavatam az tép. Igen. És ráadásul még az, hogy ugyebár a Brahmának azt mondta Krishna a fugola szaván keresztül, hogy teremtsd meg a világokat úgy, ahogy azok mindig is voltak. És ez az. Hát most ne haragudjunk, ennél jobban nehéz ezt elmondani. És ez egész egy álmodott világ, ugye, hogy háromszorosan álomban álom, ugye Mahavishnu álmodja Gargodatasait, Gargodatasai álmodja Brahmát. Brahma felébred az álomban, és ő kezdi teremteni az a világot. És közben Kshirotakasai Vishnuként Krishna beköltözik minden atomba, meg a szívbe, videóba. Hát figyelj, ez nem is lehet másképp. Tehát most oké, hogy a neveken elakadunk, hogy mi az, hogy Kshirotakasai Vishnu, onnan szedik ezeket a neveket. Nem az az érdekes, hanem hogy mit jelent. Tehát amit a keresztények azt mondanak, hogy szent lélek, ugye, ami kitölti az egész teremtést, hát arra mondják azt a kristások, hogy Kshirotakasai Vishnu. Na de és akkor még miért kell ezen megakadni? Szerintem ez tök jó, és ez egy annyira jó filozófia, és semmiben nem mond ellent a buddhizmusra. Tehát én ugye eredetileg buddhista vagyok, buddhista szemüvegen keresztül nézem az egészet. És ezt képzeld el, hogy én buddhista szemüvegen keresztül 100%-osan elfogadom a Krisnát. Ez hogy lehet vajon? Hát úgy, hogy a buddhizmus a tudatban hisz, azt mondja, hogy az egyetlen létező valóság a tudat. A tudat. Hát az Krisna, tessék. Egyszerű. Ezt nyeld be. Ezt nyeld be. Tehát Krisna a tudat. És mi őneki a tudat részecskéi vagyunk, a kisugárzó tudat hordozói voltak éppen, tehát a mi tudatunk az nem különbözik Krisnáétól. Azonos vele, de nem. Mert az egyszerre azonos és különbözőség misztikumát hordozza a mi énünk és Krisna énje. Tehát valójában lényegileg azonosak vagyunk Krisnával, de mégsem, mert hogy közben ő mégis Krisna. Tehát mi csak egy kis olyan, mint a nap és a sugara. Tehát én a Maximum Krisnának egy kis sugallatom. Cseppje, így. Na. És ezzel meg lehet elégedni ezzel a gondot. Mivel az óceán sós, igen. A természete, a csepp is sós. Sós a természete. Ugyanúgy Krisna, ő tudat. Tudat. Mi is cseppek vagyunk, de mi is egy tudat. Egyéni tudat. Ez. Te láttad? Ez. És milyen, minden oldalon ezt nagyon szépen el lehet mondani. És ugye a konzekvencia az érdekes, hogy ha ez így van, hogy te is Krisnának vagy egy cseppje, meg én is, meg ő is, sőt, még ő is, sőt, még azok is, akkor bacsánoznám, akkor mi testvérek? Kapásból. Tehát ez a mi igazi, hogy mondjam, ez a mi igazi pozíció egymás felé. És ez fölött el nemzetek fölött. Ez csak testi megjelenés. Így van. De mint lelkek, edzőkészségűek vagyunk. Így van. Nincsen ilyen, hogy te nem ez a nemzet utálnak. Igen. Nem. Mindenki Istennek a gyermeke. És mi meg testvérek vagyunk, és ezért indokolatlan a háború. Tehát a testvérét csak növeljen meg az ember, nem? És a Föld nem az övéké, és nem is az övéké. Ez. Az Isteni a Föld. Az Isteni a Föld. Tehát azon nem is lehet veszekedni. Bemegyünk veled bankba. Igen. És a kasszában látjuk valaki számon a pénzt, akkor elkezdünk beszélgetni. Figyelj. Nem, ez az ennyi, nem? Ez ugyanazt csinálja. Ez ugyanazt. Igen, ez nem, az ennyi. Nem is az övé érted, és mégis ő akarja. Igen. Ezért nincsen majd háborúnak, nincsen, nem lehet adni igazat. Így van. Nincs igazságos háború. A háború önmagában igazságtalan. Na, látod, hogy tökéletesen egyet? Egy illuzorikus elképzelés. Ennyi lehet valami. Így. Ami nem az egy. Itt a Prabhupád tudat azt mondta, oké, oda jöttek angolok, azt mondták, Amerika az mi? Prabhupád mondja, bocsánat, de előtt, mielőtt ti léteztek, Amerika már volt. Na persze. És akkor meghaltok, Amerika maradt. Na persze. Hogy a tiétek? Na persze. Nem a tiétek. Persze, hát senki. Na, de látod, hogyha ilyen figurák lennének a Földön, legtöbben, akkor nem lenne háború, mert akkor nem lőnének. Hát érted? Nem lenne gyilkolás.
Nem lenne lopás? Így van. Hát figyelj, te nem lopsz. Mert eleve már még mit lopnál? Mit? Mit lopnál? Nincs semmi. De tényleg nincs semmi, mert minden nem is az övé, meg semmi. Kitől loptál? Tehát itt élünk a javakkal, mert az Jóisten annyira rettenetesen jó fej, hogy van minden. És amire szükséged van, megadj. Megadj. Van minden, gyerekek. Tudod, mint a Prabhupát is megint könyvekbe írja, itt a madarok, nem lopnak, nem dolgoznak, de mindenok kapnak. Hát elefánt is kap. Hát persze. Sose volt olyan, hogy éljen hat egy elefánt. Igen. Nem történik meg, mert megy az elefánt, az megeszik valami. Ilyen, hogy még ilyen döblene, megeszi a valami. Megteremtette neki az elefánt. Persze, óriási. Hát szóval tulajdonképpen egy út van, és ez még a boldogság útja. Voltaképpen, hogyha az ember arra figyel, hogy mitől boldog ő maga, és csupa olyan dolgot csinál, amitől boldog, akkor rendben van, mert nyilván a boldogsághoz olyan dolgokat kell csinálni, ami másnak is jó. Csak ott a boldogság. Van, az a szeretet. Így van. Az azt jelenti, hogy én önzetlen vagyok mások. Így van. És akkor boldog, mert ez a amikor én szerettem valakit, és ő boldogá teszek, akkor én vagyok a boldog. Így van. Igen. Így van. Szóval tulajdonképpen nagyon egyszerű, az utóbbi időben jöttem rá erre az egyszerű egyszerűre. Hogy nem komplikált. A Jóistennel való közeli kapcsolat az nem komplikált. Az csak egy tudati lépés, hogy az ember hajlandó-e ővele folyamatosan foglalkozni. Tehát mindig dédelgetni a szívemben, hogy ott van az Isten, ugye, és közben ott is van. Ez nem hazugság. Tessék, a szívünkbe találjuk meg. Ez tény! De ez is van írva egyébként, ugye, hogy a Kshirodakasai Vishnu, itt még a mindenkinek, Paramatma. És hát, amikor lelkismeretként, vagy válaszokat kapok, igen, vagy neked van ihlet, jön egy így ötlet, ahonnan jön? Az jó is. Ő tőle jön, így van. Hát, és ez a tény, és ez egy megvalósítás. Ez így van, így van, így van, így van. És ez viszont egyszerű. Tulajdonképpen egyszerű a lépés. Nem komplikál. Addig nem komplikálja, addig egyszerű. Ezt mondja Prabhupát, egyszerű az egyszerűeknek. Egyszerű, nem egyszerű. Csak Prabhupát mondta ezt. Iha. Egyszerű az egyszerűeknek. Hát igen, hát az, aki szereti azt, hogy nem komplikálja meg, nem vagánykodni. Én hallottam olyan tanítókat, érted, akik nem pont Krisnás, hanem ilyen ezoterikus egyik tanítók, hogy a felét nem értettem a beszédének, mert állandóan szakszavakat használt meg, ilyen minden szójátékok, amiből inkább elfedte a lényeget, mint sem kibontakoztatta. És tessék, vannak jó mesterek, mert ott van például a buddhista Csöppen láma, magyar származású láma, aki az legkomplikáltabb dolgokat úgy tudja elmagyarázni egyszerű emberi nyelven, hogy érthető adta a lényeget. Érted? És én ilyeneket hallottam egy csomószor, hogy valami, végülis ez a hindu filozófia, ez azért lehet úgy venni, hogy a komplikált, de túl sok a szereplő, vagy túl sok, tehát az a panteon, és azok az összefüggések, hogy kik ugye nőistenségek, férfiistenség, hogy származnak egymásban, meg mit a művet, tehát ez látszólag bonyolult. De közben ha azt tudjuk, hogy ezek az Isten alakok, ezek valójában mind az egyetlen egy Istennek csak a megjelenése. Tehát még Shiva is, ugye ez egy álmodott Isten, gyakorlatilag Krishna álmodja Shivát. Tehát az univerzumok beleálmodja Shivát, mint mozgató erőt. De tehát az azt jelenti, hogy úgymond Krishna csak az legtetején, ki álmodja az egészet. És az összes többi, amit az univerzumokban álmodik, az már az ő, úgymond a kinyilvánulása. Tehát az összes Isten egy Isten voltaképpen, tehát azért nem komplikált, mert van egy Sarasvatinak nevezett Rojt, meg van egy Lakshminak nevezett, meg Ganesha, meg Shiva, ezek olyanok, az Istenből lógnak ki a Rojtok, és akkor én megfogom Ganeshát, mert én a szimpatikus, és az ugyanoda visz, tulajdonképpen, mert ha Shivát rángatom, akkor Shiva ereje visz ugyanoda, de közben ez nem más, mint Krishna. Szóval én azt gondolom, hogy Shiva az nem úgy, tehát nem úgy egy külön istenség, mint ahogy mondjuk Vishnu, tehát mondjuk Vishnu is Krishna, tehát gyakorlatilag egy Isten van, és az sugárzik az összes isteni részlet, hiszen ezek mind az ő tükröződései. Kiterjedései. Igen, inkarnáció. Akár, igen, hogy új. Prabhupád is mondja,
ezt a klasszikus példát. Ez egyszerű, hogy van Krishna mondjuk, és van a Vishnu, Karandadakaság, Sirikakaság, Garbhadakaság, más milliárd Vishnu van, és mindenki ugyanaz a potencia, de Krishna, mint a gyertya. Minden gyertya, és gyertyalánk ugyanaz. És mi a különbség? Hát mert az volt az első. Igen, Krisnáról gyújtották meg. Amelyiktől meggyújtották. Hát persze, igen. Tehát a Krisna lángja az az eredeti ez láng. Ez az eredeti Krisnán, a többi láng tőle. Hát ez így van. Ja. És akkor már is nem kell zavarba jönni, hogy hogy van, hogy az egyik. Valójában ez egy egyisten idő. Ez valójában hiába van száz istenség, mégis csak ez egy egyisten idő vallás, mert Krisna alá van beosztva az összes többi. Mindenki Krisnának a kiegészítő funkcióval végzett. Így. Hát így, ugye Shiva, ő a szamszára szára. A lépforgat a forgatója. Plusz Bucsegindra három, ami azt jelenti, hogy köntör a haja. Tehát ő úgy forgatja a létforgatagot, közben köntörel. Ami azt jelenti, hogy kurfris. A dolgok történéseket tessék megnézni, hogy a történések azok kurfrisok. Tehát olyan úgymond véletlen találkoztunk, véletlen. De ez mind ezek a kis kurfrik. Érted? És ezt gyakorlatilag ez a Shiva csinálja. Karma szövevényei. Az! Karma szövevény. Igen. És ő az, hát szamszára szára. És mit mondja Krishna Bhagavad Gita-ban, hogy a karma szövevényei nem lehet kibogozni. Így van, kibogozhatatlan. Igen, teljesen. Igen. Ezért valaki, most miért ez velem történt? Hát így. Kevés esély kideríteni, biztos rossz volt valami. Valami, hogyha rosszat. Pontosan ezek a szálak annyira gobolyodva vannak, hogy ne pazarold az időt, inkább most mit csinálj. Ez, így van. Látod, ez milyen bölcs? És ez most tulajdonképpen ugyanaz, csak azért akarom a hasonlóságot felmutatni. Hogy milyen ez, mint a zen? A szent buddhizmusban ugyanaz, hogy mással foglalkozunk. Most van most kell azt csinálni, ami a tan. Most is itt. Most itt, és most van az, ami van. Az összes többi az a múltban van, meg a jövőben, és nincs ebben az életben. Van most. Van a most, és ezért ezt is a zenesek mondják, hogy... Vagy lesz, vagy nem lesz. Igen, de az, hogy a jelenlét, érted? A jelenlét, az a zenesek erre helyezik a jelenlétre. Ez a jóság minőség. Jelenlét, most itt vagyok, most élek, most teszek, akkor ez egy jóság. Igen. Na, hát figyelitek, hogy és minden összeértett, nekem azt tetszik, hogy nem lehet igaziból nem lehet valami más találni. Bárki keres, bármilyen úton, ha talál valami, akkor azt ugyanazt találja. Tehát mondjuk megtalálja az Isten. Bármilyen formában találja meg, mégiscsak az Isten találja meg. Tehát most mindegy, hogy ő egy afrikai törzsnek a szertartásán keresztül találta meg. De ha megtalálja, akkor biztos, hogy ugyanazt találja meg. Hát nem lehet többet találni, nem lehet, szóval nincs több. Miért tud mit csinálni? Ez az egy van. Keresztény ödön, ahogyan arra Istenre, meditálva, imádkozni, muzulmánok, zsidók, krisnások, és így tovább is így tovább. Így van. Ez mind ugyanaz, és ezért indokolatlan. Ja, indokolatlan minden vallásából. Minden vallási vitatkozás indokolatlan és jogtalan. Így van, és igen, de hogyha a vallás képviselők éretek, nem látnak ellenvallást. Ugye? Mert a szeretet, mert Prabhupádot kérdezték, mi az igazi vallás, ami Isten szeretetről van szó. Igen. És érett vallásos emberek, amikor látnak, hogy erről van szó, akkor a szeretet, az keresztény ugyanaz a szeretet, érzelem ugyanaz, muzulmán, krisztiás, buddhisten. Ez az, de jó. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát én köszönöm. Még összefutunk itt. Hát nem lehet másképpen. Igen. Én időnként megjelenek krisztás körökben. Zenélgetni elsősorban, beszélgetni, vagy bármi. Én valahogy szeretem. 1984-ben találkoztam először. 84-ben a krisnásokkal.
És aztán elmentem buddhistának, amit nagyon jól tettem, mert aztán a buddhizmus szemszögéből nézve, én megláttam, hát figyelj, ez én csak elolvasom a Srimad Bhagavatam, csak a Bhagavad Gita-t elolvasom. Tehát azért az érdekel, hogy hogy van. És ez kiderül, kérdek, hogy amit a krisnások mondanak, az egész teremtésről és az egész okáról, a jellegéről, minden szépen le van írva. Az szükségszerűen úgy kell, hogy legyen, mert én valóban úgy érzem. Tehát a szívemben ez az igazság van. Ez az, ez nagyon jó. Ugye? Olvasom, és a szívben vízhangszik. Hogy az úgy és van. Ez a bizonyíték meg, igen, hogy ez nem csalás. Erről nagyon szó, és még képzeld el, és ezért van az, hogy most már két éve megkaptam a Jóistentől a szívmélyre áradó út módszerén. Az egy kriya gyakorlat. Létréses és hangos gyakorlat. És gyakorlatilag erről van szó, hogy a szívmélyre áradó út, vagy a szívmélyre áradó úr, akár így is mondhatjuk. Szóval gyakorlatilag, ami a szívben van, az az igazság. Ugye? És nem is lehet máshonnan megtudni az igazságot, mert mások mondják, amire nem rezonál rá a szívem, az hiába mondja. De a szív, ha rezonál, akkor viszont meg az nagyon igaz. És így kell hallgatni a mestereket, a Prabhupádát, vagy ilyesmi, tessék megnézni, hogy ő miket mondott, és van egy-két olyan mondás, amivel én mondjuk régebben nem nagyon értettem egyet, a szigorú dolgai, de aztán mostanság meg már rá. Már azt mondom, hogy igen, mert egy más szempontból ránézve azt mondom, hogy igazad van. Hogy miért kell bizonyos elhatárolásokat csinálni. Igen, hát a hit. És tulajdonképpen a hit az én számomra nem is hit, hanem inkább bizonyosság. Tehát amit én megtapasztaltam, mondhatom, hogy abba hiszek, de inkább azt mondom, hogy abba bizonyos vagyok. Mi is egy vakhitről beszéljünk, hanem a bizalom. És a bizalom kell, hogy tapasztalattal legyen bizonyítva. Így van. Na akkor jön a bizalom. Így van. Volt, hogyha nekem még nincs tapasztalatom, de hogyha látom valakin, aki van, az már valamilyen bizalmat ad. Igen. De utána nekem is meg kell tapasztalni. Nem szabad az ő által bizalomba jönni. Igen. Egy darabig jó. Így van. Mert bátorít engem. De utána nekem is kell szerezni a saját tapasztalatot. Bizony, mert különben csak ez egész üres beszéd. Igen. És azért egyszerű, most az újabb tapasztalataim alapján, most én nagyon közelre kerültem az úrhoz, most már az elmúlt időszakban, hogy tulajdonképpen azért tartom egyszerűnek, mert nem máshol van, tehát annyira nem kell sehova se menni. Ahhoz, hogy az Úr az életemben legyen, eleve van, tehát meg se kérdőjeleződik. Na de az az érzet, hogy ő az életemben van, ez viszont a saját szívemben van. Tehát nem komplikált, mert hogyha bátran őre hagyatkozok, a szívemben él Úristenre, akkor nincs semmi baj. És meg is lehet bizonyosodni az ő ott létéről, meg a segítéséről, meg a szeretetéről, hogy minden mozdulata jó, minden mozdulata pont épp azért, mert hogy pont a legjobb legyen. Ez milyen érdekes, nem? Hogy mind össze van hozva, hogy egyszerre forgatja úgy a kereket, hogy neked is tanulságos legyen, meg nekem is tanulságos, meg neki is, de közben történik egyetemesen valami, amiből mindenki külön tanulna. Egyteli költséggel végtelen célt éri el. Ja, ez. Aztán van is ilyen neve Krisnának, csak most nem jut össze. Valami van. Eddug Bostit, ideál cél. Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog. És hogy hiába van, hogy ezt most mi, figyelj, ezt megbeszéljük, meg így egyet is értünk. De még azért még a következő perc is érdekes. Tehát nem múlik el az érdekessége azáltal, hogy megfejtettük. Megfejtettük, hogy csak Isten van, és hogy minden az Isten tükröződése, de érdekes, hogy a következő perc is még érdekes. Szóval hogy lehet, hogy mikor már megfejtettük, még akkor is mindig új. Érted, amikor már rég mindent már tudunk róla, mert már átéltünk nem tudom hány évet, és még a következő perc is érdekes, hogy még akkor még csinál valami olyasmit, amire nem vagyunk fölkészítünk. Végtelen. Hát ez! Végtelenségig lehet tenni. Így van.
ez egy jó érzés, nem? Ez százszor jobb érzés, mint... Igen, mert ő az Ananda, és mikor róla beszélünk az Anandáról, akkor mi is tapasztaljuk Anandát, ezt a jó érzést, és lehet beszélni, és beszélni, és beszélni. Így van. És még mindig érdekes, még mindig nem unalmas. Igen, ez nem lehet megmondani. Nem lehet. Azt szoktam nézni, hogy hányféle zöldet használ a Jóisten a festészet. Ugye én elkezdem nézni, és csak próbálnám reprodukálni azt a 25 ezer féle zöld színt, ami oda van kemve a fákra. Végtelen, intelligens, aprólékos, árnyalatok, minden. És akkor még csak a faleveletnél tartunk. És akkor nem nézzük az ég színét, amit nem is tudom, hogy hogy lehetne lefesteni. Érzed, hogy én egy ideig keresgéltem kék színeket, tehát vettem egy csomó kék tubust, és próbáltam fehér papírra fölkenve, hogy melyik az, amelyik ég szín, és egyik sem. De nem tudtam megkeverni az égnek a színét ilyenre. Tehát hasonló volt, látta ugye, lefestem, és akkor még olyan persze ott az ég. Tehát az lefestve az az ég, de hol lesz az ilyen színítesek? Ha? Engem is érdekelt ez a téma, nem festi, de úgy, hogy van mit, és nem pont ebben az évben hallgattam Prabhupádot, és azt mondta, amikor teremtő volt, akkor az ég azért ez az, mert lehet zöld is. Hát persze. Nem lehet, mert Krisnának a színe kék, kék. Ezért ilyen az ég. Kék az ég. Aha. Szóval van egy ok. Hát értem, szóval a belülről fénylő ragyogás. Igen, az ő ragyogása. És azt nem tudod megcsinálni, hogy ezt, hogyha papírra rákenjük ezt a színt, az nem ragyog. Nem tudjuk ezt érdemesen. Nem tudjuk. Érdekes. Ezek az érdekes dolgok. Ezek a csodák. Csoda. A helyistenmi csodák. Csodos. És az milyen, hogy figyelj, eldobsz egy magot és kifelj. Ezt hogy képzelik? Tehát semmit nem csinálsz, csak egy mag eldobódik, és mindjárt ott van egy növény. Hát ezt hogy képzelik? És a magban hol van édes cukor? Nincs. Nincs. De kívülő egy édes füge. Egy édes füge, így van. És a magot hiába eszed, az nem édes. Nem. Sőt, keserű. És a fa nem vásárolt cukor sehol. Nem vásárolt közben. Na, eső, levegő, föld. Föld. Misztikus. Misztikus. Megcsinálja a cukrot. Bizony. És a Prabhupád mondja, hogy a lelkek misztikusak. Igen. És ezért, amikor fába van, vagy a fügébe, nem kell neki vegyi elemeket, hogy megcsinálja egy narancsot fügét, hanem ez a misztikus képessége, napfény, levegő, víz, és csoda történet. Tényleg csoda. Mert laborban nem lehet megcsinálni a fügét. Nem lehet. Ja. Hát meg azt az illatot, hát most hányan próbálják, ugye csinálják ezt a gyümölcsízű cukorkát, vagy gyümölcsízű ilyen fagyi, meg minden. És lehet érezni, érted, hogyha egy epret előszeretsz az eper fagyi mellé, és kiderül, hogy ennek eper illata van, vannak vagy nem. Hát én tetszett, tehát gyakorlatilag lehet tudni, hogy ez nem eper. Tehát utánzat. Na de milyen az, hogy az epret mindenki megismeri, tehát ott nincs tévedés. Ha talál valaki bárhol egy epret, azt megszagolja, és rögtön eper szaga lesz. Tehát ott nincs tévedés, az eper nem rontja el, az eper mindig eper. Így, ez a darmája. Ez a darmája. Neki, hogy eper legyen. És mi meg próbálunk, érted, anyagi hasznot húzni abból, hogy úgy csinálunk, mint vagy. Ez ilyen egy semmibe. Ja. Na, tehát a lényeg az, hogy jó Isten, ő azt nagyon kell örülni. Én hálás vagyok folyamatosan. Hálás kell. Nagyon jó Isten, hálás. És ezért szeretem a baktákat is, mert az is olyan jó. Bakták szeretek téged is. Igen. Mindig hallottam. Kölcsönösen. Igen. De miért? András, milyen itt volt. Hát múltkor egyik búcsúkocs olyan szép videót mondtál, hogy bakták, nézzétek András búcsúról mesél, milyen szépeket. Nem tudom, emlékszel valamit. Hát volt, hogy most esetleg. Hát most is kint van egy posztom a oldalamon, ahol a
életvétel az ételért. Jó, betjártjuk ennek, igen. Tehát az most volt pár napja, hogy összefutottunk, és akkor mindjárt jókat beszélgettünk. És hát most nézd meg, melyik az az egyház, tessék meg kérdezni, melyik az az egyház, aki ingyen odaáll és főz a szegényeknek, az meg. És kimennek az utcára, érted? És 80 kiló vagy 80 mázsa, nem tudom mi mindent összefőznek, és ilyen nagy izékből, nagy üstökből adják a rendes ételt, egy komplet rendes ebédnek való ételt. De ezrek, ez az, tonna, érted? És ezrek, emberek ezre éjszik meg. Tessék meg gondolni, melyik az az egyház, aki ezt megcsinál. Én voltam tavasszal Szegeden, ott is a budapesti food étel az életét támogatott, és ottani bakták, ők is elmentek kódolni boltokba, és emberek vitték rengeteget, és utána megjött az osztás napja, oda kijöttem, nem tudom, de látni, hogy ennyi ember van, akinek szükség. Szükség. Az nagyon megérinti a szívemet. Ugye? Igen, hát, hogy nekik kell azt, hogy... És jó emberek, szóval nem tudod, ilyen állatok, igen, hanem csak olyan nehéz helyzetben van, és nekik szükség van, igen, és ez nagyon kell csinálni ezeket, nagyon fontos. Már pontosan erről van szó. Hát nézd, mégis ezek azok a mozdulatok, amik valóban segítenek. Tehát érted, az, hogy most itt politikában, meg gazdaságban ki mit ügyeskedik, attól semmi nem lesz jobb soha. Tehát egyik politikai oldalnak sincs igaza, egyik háborúskodó félnek sincs igaza, de amikor az ember segít egy éhezőnek és odaadja neki a kaját, akkor viszont igaza van. Akár, az így is van. Az így van, tehát igaza van segíteni másoknak megenni az ételt. Tehát ez egy margány. Hát én a 96-ból, akkor első külsős konyhánk volt Tümő utcában, 8. kerületben. Aha. Danadzsáj még volt egy ilyen bakta, és már ott volt ilyen konyha, 9. Már előtte már próbálkozták, de akkor volt egy erre célra. És mentek nagy balni piacra, és emberek segíthetők voltak. Ez is, tudod, nem csak a krisnások, hanem sok, mert az kevés. Mi vagyunk kevésen, mindenki. De az, hogy emberek adnak, mit osszunk? Igen. Ez az összefogás, ez. Együttérzés. Ez a csoda. Ez a csoda. És ez vallásokon felülálló igazság. Ez csak maga az Istenről szól, hogy mindegy milyen valláson belül, a jó Istenről szól. Így van. Na ezért vagyok én nagyon közeli viszonyban a kristásokkal. Mert ezt hitelesnek érzem, ezt a hozzáállást. Köszönöm. És hát én is állandóan Krisnával, Sívával, Ganésával, Lakshmival, Sarasvatival szeretek foglalkozni. Én Rádamádával. Az még ugyanaz. Ez az alasz. Rádamádával, pontosan. Tehát ezeket szeretek érdekelni. Mert ez az, aminek értelme van. Ugye Ganesh az nagyon kedves Isten, ő egy nagyon kedves. Az hogy tényleg akadályát állított tényben. Shiva meg tényleg egy varázsló, mert tényleg képes a mérgeket nektárra alakítani valóban. Érted? Szóval gyakorlatilag mindenkinek ezek közül megvan az a, mondjuk úgy, hogy funkciója, amit én felhasználhatok a saját életemben. Tehát tudom, hogy Sivát mikor szólítom, vagy Ganeshet, vagy Lakshmi. Hát például, amikor írok valamit, akkor biztos, hogy Sarasvatinak gyújtok egy gyertyát. Ez tudni 100%. Sarasvati füstölő gyertya, és akkor jön az ihlet. Ez a tudásnak az Istennél. Én csak helyesen használom ezt a tudást. Arra használom, mire kell. Hogyha én szeretnék inspirációt, akkor Sarasvatinak szólok. Ha azt szeretném, hogy jól alakuljanak a dolgok, akkor Lakshminak kell gyújtani egy kicsit, hogy aratjuk. De közben az egész úgyis az a lényeg, hogy Krishna, tehát a végső nagy... Meg... Ő adja az álmet. Így. Mindenkinek. Így van. Ő adja az omot. Omant. Tulajdonképpen a gyökér kérdéseket Krisnával kell megbeszélni. A részleteket meg lehet a többen. Nem? Tehát részlet dolgokat, és mindenki jó fej, mindenki, tehát Shiva is jó fej, Sarasvati is jó fej. Hát hol jön? Krisnának legyen a baktája. Shiva. Konkrétan. Hát ezért ezt kell látni. Ezért, hogyha így látjuk, kérjük.
adjak együtt. Ugye? Most persze. Legjobb adta. Legjobb adta, és közben ugye már... Na, szóval az összeset lehet látni a helyén, mert annyira rendben van, annyira jó helyen van. Tökéletes. Tökéletes. Mindenki ott van a helyen, és mindenki azt csinálja, hogy ügyesen. Hibázzatok. És azt, hogy közben tudjuk az. De jó össze. Tehát, hogy mégis úgyis Krisna elmondja az egészet. Tehát, hogyha az ember bármit akar valamit az álomba bele bármizni, maga az élet álomba, mert ezt Krisnával kell megbeszélni. Hanem ő a főnök. Ő adja az ott. Úgyhogy kész. És amúgy Sínával van is, vagy többiekkel is, nagyon jól el lehet beszélgetni. Mondjuk úgy, hogy minden részkérdések, viszont ilyen életet érintő részenergiák, részfeladatok. De maga az élet, mint komplexum, az a Krisnával kell megbeszélni. Ugye? Ez olyan, mint a keresztényeknél is van, hogy ott van a Jézus Krisztus, nekik betéve a központba, és közben vannak a szentek. Tehát ott imádkoznak ők a Szent Péterhez, meg a Szent Izéhez, meg bárkihez. Tehát tulajdonképpen egy hasonló szerepet szánnak a keresztények az apostoloknak, meg szenteknek, mint amit egy hindu szán mondjuk Ganesának. Mert nem gondolja azt, hogy Ganesa nagyobb azon, mint Krisna. Ez senki nem gondolja. Azt szerintem minden, aki Ganesát imádja, még az is tudja, hogy Ganesa az egyrészt ugye a Sivának a fia. Tehát már is ugye lát egy összefüggést. És akkor tudja, hogy Siva viszont a legnagyobb hatája Krisnának. Tehát már is a Ganesa helyre kerül a fejben. És ezért fontos Sivának az áldása. Ugye? A nagy baktának az áldás az fontos. Akkor mint ahogy így, hát itt is, hogy egy kristás bakta megáld engem, az egy megtisztelés, érted? Az egy valódi erő. Na, pedig nem Siváról beszéltünk, hanem még csak egy baktáról. Ha? És már a bakta az egy szentség. Hát ezt kell érteni azért, mert Krisnával foglalkozik. Mert állandóan Krisnának a kurtimalája van a nyakán. Meg ide van arra a filakodalakban. Hát nem? És nem a külső az érdekes, mert jó, hogy jól is néz ki, na de hogy aki ezt fölrakja, hogy az milyen gondolattal rakja föl? Ez. Ugye? Hogy fölrakja, érted, mert Krisnát akarja a homlokát. Ő konkrétan Krisnát akarja, hogy itt legyen. De nem? Azért rakja föl. Na. Akkor működik. Hát és akkor, na, szóval ezt kell érteni, hogy ennyire egyszerű a dolog. Hogy aki ezt komolyan veszi, annak működik, aki nem veszi komolyan, annak nem működik. Na, hát nagyon örülök. Köszönjük szépen, hogy ezt beszéltünk. Már megint ott tartunk. Már megint ott tartunk, hogy egyetértünk. Ez úgy csoda múli gyerek.